Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. És ma is egy vendéget hívtam, és a mai vendégem is hozott egy verset. Úgyhogy ezzel fogjuk elindítani a beszélgetést, aztán meglátjuk, hogy hol köt ki. Ez mindig egy izgalmas kérdés. A mai vendégem pedig nem más, mint Bértesi Robi. Szia! Hello, sziasztok! Köszöntelek sok szeretettel. Uh, gondolom nem kell bemutatni, de a Hiperkarma frontembereként lettél ismert, de azóta már azért szóló előadó karriered is lett, illetve mostanában Müller Péter Sziámival is közösen együtt alkottok, és így lehet téged látni most már színpadon ezzel az új formációval is. A Hiperkarma idén lesz 23 éves, úgyhogy már elég régóta nyomjuk a rockot, több mint két évtizede, Aha. illetve még ennél is régebb óta van ez a bizonyos egyszárgitáros van men bennem. A, a szóló projektem az 97 óta megy, tehát ö, 26 éve. Illetve Müller Péter Sziemival az elmúlt ö, bő másfél év alatt ö, kereken száz dalt írtunk együtt, ő a szövegén a zene. Ezekből körülbelül 30 már meg is jelent, felvettük. A másik 71-ről még csak egy gitáros demóban van meg, de keresjük hozzá az előadókat, illetve mi is mazsolázgatunk belőle. Aha. Te és uh, hogy tudtad elengedni ezt a szövegírás dolgot, hogy a, hogy a, a Péter írja a szövegeket, ez nem, nem okozott neked lelki fájdalmat? Nekem volt, egy nagyon ö, súlyos húsz évem, nem is csinálok bele titkot, viszont beszélni nem nagyon akarok lóra, csak egy zárójelbe, hogy aki, aki nem ismer, vagy aki ismer, de ezt nem tudja, én 2000-2020-ig mindennapos kemény drog használó voltam, ami egy ö, ö, nagyon durva dolog, de még durvább az, hogy egyik napról a másikra kijöttem belőle, és bizony Azokban az időkben, 2020-nak a második felében Péter volt ott mellette, minden nap átjött, fogta a kezemet, velem volt, és, és biztatott, és közben pedig ugye elindult ez a Napi Dalok nevű azóta Artisius Dias projektje, ami arról szól, hogy, hogy 2020-ban, -20 vagy 21-ben, Fú, de összekeverednek az évek. Minden, Szóval valamelyik évben minden nap megjelentetett egy-egy dalszöveget a YouTube-on, azt így elszavalta, és bárki megzenésítette, és hát a a, a kosudig, a zeneszerzőig mindenki készített belőle feldolgozásokat. Volt valaki, aki mind a 366 dalszövegét megzenésítette. Most én én, én ugye a száznál most egyelőre megálltunk, tartunk egy kis szünetet, most azért elkezdjük őket lassan, így. így elővezetni a közönség elé. És ö, így alakult az, hogy Péter tette az a lapon a szöveget, nekem egyből beugrott róla egy dallam, egy akkormenet, és tényleg konkrétan negyed óráig, 20 percig tartott egy, egy ö, dalnak így a megírása volt, olyan este, amikor öt dalt is összehoztunk egy, egyetlen ö, ülés alatt, úgyhogy ö, nekem ez ö, soha nem okozott gondot. Mert hogy te írtad a szövegeket korábban mindig magadnak, emiatt kérdezem, hogy ez most a, a, inkább egy olyan lelki állapotban vagy, hogy jobban szeretsz belehelyezkedni valaki másnak a világában, mert mondjuk nem tudom, únon a sajátod, vagy. Azt nem mondanám, ugyan de hát akinek szép a lelkében az ének, azt hallja mások énekét is szépnek. Tehát az elmúlt húsz évben én, én nem voltam hajlandó senki másnak a szövegét megzenesíteni, most ez a dolog megváltozott, amióta, amióta tiszta vagyok. Aha. Uh, figyelj, visszatérünk majd mindjárt ide, meg természetesen a versere is, csak egy picit átveszem a, a szót. Nekem igazából két ponton volt hozzád kötődésem, annélkül, hogy te erről tudnál természetesen, az egyik az egy, az egy interjú volt, amit 2007-ben adtál. Én nekem akkor volt egy vállalkozásom, a Webcsatorna nevű. Ó, oh, emlékszem az, az interjú, legendás. Komolyan? Persze, hogy nem emlékeznék rá, hát az, az egy videóinterjú volt, emlékszem rá, nagyon is volt. Na hát ezt az én csapatom csinálta, de mivel hogy akkor gyártottunk, nem tudom, heti 30 műsort, ezért különösebb fókusz nem fordítottam erre. Én a hiperkarmát ismertem, főleg érintőlegesen, ami ugye ment a rádióban, de e fölött, az interjú fölött is átsiklottam, mert hogy az, az, mondjuk egy volt a heti termésből, és azt képzeld el, hogy talán két vagy három éve kaptam egy levelet valaki, pontosan rám írtak Messengeren, és én akkor kaptam fel a fejem, hogy, hogy lehet, hogy itt, itt történt valami 2007-ben, hadd olvassam már föl egy, egy gondolom egy rajongód e, írhatta, azt mondja, hogy már lassan két éve hatalmas keresésben vagyok, ugyanis egy számomra nagyon kedves webcsatornás interjú letörlése került a YouTube-ról, és sehol máshol nem kapom meg sajnos. Az interjút 2007 őszén forgattátok, amikor a Hiperkama zenekar először bomlott fel. Bécces egy gitárral volt a kezében egy kávézóban, amely játszott egy több mint 10 perces számot, és olyan interjút adott, ahol a riporter csajt nem is engedte kérdezni, vagy szóhoz jutni. Az interjú is, és a szám is csodálatos. Egyben egy kicsit ijesztő, sötét, há hátborzongató. Amúgy a magyar könyvzene egyik történelmi videójáról beszélünk, szerintem, ami nagyon kár lenne, ha végleg elveszne. Ekkoriban nem nagyon adott bércesi interjút, pont az akkori életmódja miatt. A 10 perces szám, amit három akorddal előadott, az a 2014-es konyharegény című album szinte összes számának a szövege egybeformálva. Olvastam a könyvét, hogy akkoriban úgy képzelte el a harmadik hiperkarma albumot, hogy egy számból fog állni az egész, mármint hogy egy számból. Szerintem elrettett egy kísérletet ebben a riportban is. <coughs> Na hát ennyi volt. Sajnos nagyon kerestem, de de nem lett meg az eredeti felvétel, és most már ennek csak a hangverziója van fönt a Youtube-on, de maga a videó felvétel az, az nincs meg. De ha te emlékszel, ez, ez, ez nagyon jó. Miért maradt ez meg benned? Mert hát egyrészt azért, mert nem nagyon adtam akkor interjút, másrészt pedig igen emlékszem arra, sőt próbálgattam azokban az években ezt, a, ezt az egydalos albumot, Val, valamiért az ott ö, elég mély nyomot hagyott bennem az az interjú. Hát ö, akkor már napok óta nem ettem, nem aludtam, nem ittam, semmi nem volt, és hát az, az, az elég, elég borzasztó időszak volt. Valószínűleg azért maradt meg leginkább, mert hogy. Mert hogy ahogy a levélíró is mondta, nem. Abszolút elkerültem a mindenféle ö, sajtóterméket akkoriban. Hát akkor tudtam köszi, hogy nekünk viszont akkoriban adtál, formabontó felület voltunk, lehet, hogy esetleg úgy gondoltad, hogy egy kicsit outsider, nem tudom, médiumnak azért meg tudsz, meg tudsz, hogy akar szólalni, de tök hát, jó. Hát erre már nem emlékszem, azt, tudom, hogy a Gödörnek a kávézójában Aha. volt, úgyhogy én ott laktam akkoriban gyakorlatilag, többet voltam ott, mint otthon, úgyhogy az pont így jól is jól jött ki. Aha. E Na jó, ez most visszaköszönt, talán két, két vagy három éve történt ez, és hát négy évvel ezelőtt meg megismerkedtem egy nővel, aki azóta a feleségem lett, és róla kiderült, hogy a hiperkarma és bércesi Robi rajongó, fel kellett elevenítenem, hogy miről is van pontosan szó, és mondta, hogy akkor gyere, és lemegyünk egy koncertre, egy ilyen egyszágítáros Bértesi Robi koncert volt, valamelyik budapesti szórakozóhelyem, és én ott láttalak élőben így először, meghallgattalak meg, és mind a mellett, hogy a zenére is felfigyeltem, a rajongó táborodból megszólítottak, hogy, hogy szia, nagyon szeretem a verseidet, mondták nekem, úgyhogy így rögtön úgy éreztem, hogy lehet, hogy van valami lelki kapocs, vagy legalábbis a közönségünknek van egy legalább egy főnyi átfedés, <laughs> úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt. Így aztán duplán és aztán Hiperkarma koncertre is elrángatott az én kedvesem. Úgyhogy én, én egy ilyen újkori Hiperkarma fan lettem, és bértesi Robi fan lettem, ami, ami szerintem ritka, Tök jó, nagyon örülök, hát igazából annyira nem ritka, mert a közönségünk azért, amikor én, mi elkezdtük a hiperkarmát 2000-ben én voltam 24 éves, a közönségünk pedig átlag életkorban ilyen 13-14 éves, tehát ilyen alter tindipop zenekarként kezdtük. Azóta ezek az emberek felnőttek, esetleg a koncertünk, koncertünkön jöttek össze, nem egyszer, nem kétszer hallottam már ezt, és most már jönnek alkalmaz gyerekeikkel. Én meg úgy értem a, a ritkát, hogy én nem a 2000-es években e, e, ismertem meg a, a munkásságot, hanem most az elmúlt néhány évben, így vén fejjel, de tök jó, hogy ilyen is van. Most megnéztem <laughs> a Spotify-on, mutatta egy barátom, hogy hogy kell megnézni azt, hogy melyik a leghallgatottabb számaim, Aha. és a, az első négy helyen ö, olyan számok voltak, ami 2019 után születtek. Olyan? Uh -huh. Na. Hát akkor tök jó. Akkor ez, egy, ez egy új, új időszak. Hát meg nekem, mint az szerzőnek, ez nagyon hízelgő rendkívül meg is, lep, meg is, lepett a dolog. Aha. Hát igen, mert, 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 inkább a, a fő hiperkarmas lágerekkel szeretnek téged gondolom azonosítani, vagy hát ilyesmi. Igen. igen, a 2000-2003, igen, Aha. utána volt 11 év szünet. Igen, igen a 2000-2003-os két album. Jó. Na, és akkor most térnék rá a versre, ami, ami megint csak egy ilyen kicsit ilyen közös dolog bennünk, hogy beszéltünk telefonon, és mondtam, miről van szó, és mondtad, hogy hát, te nem szeretsz verseket olvasni, és akkor mondtam, hogy jó, nem mindegy, akkor legyen dalszöveg, mert hogy határterület a kettő egymásnak. Aztán mégis lett belőle egy vers, aminek örültem, főleg annak, hogy most nem egy magyar költővel, költönnek a művével fogunk foglalkozni. De azért egy picit térjünk már arra vissza rá, hogy, hogy, hogy nem olvasok, vagy nem szeretem a, a, verseket, és ebben mondom a hasonlóságot, én is inkább írni szeretem a verset, mint olvasni. Szerintem ez egy alkotó embereknél hát nem bocsánatos bűn, hogy, hogy, hogy nem fogyasztani, hanem inkább alkotni szeretnek. De, de az, hogy te mondjuk nem szeretsz így verset olvas, azt tudom, hogy könyveket olvasol, az, az, te hová tudod tenni, úgy, hogy közben te is dalszövegíró vagy, hogy tehát, hogy viszonyod mindenképpen van a költészettel, de hogy, de hogy mondjuk a, a, klasszikus költőknek a világával, ez, ez esetleg ilyen iskolai képzésbeli rossz élmény, vagy ez, ez hova tehető? Soha életemben nem olvastam verseket, nem is írtam verseket, ki a verseket, most is így vagyok vele, verse 99 a versek 99%-a depressziós, érfelvágós, ezek a régi mindig falnak megyek, ezen kívül zenét sem hallgatok, és szép irodalmat sem olvasok, kivéve az aphegyezőt, amit azért szeretek, mert arról szól, hogy a szép irodalom egy nagy rokás kalap. Szóval um, igazából nem. Filmeket, rengeteget nézek falomba filmeket. És könyveket is olvasok, de uh, csak uh, uh, hát ilyen mesekönyveket ugye a, a Narnia, a Harry Potter Gyűrűkura trilógia, az Északi Fény, és uh, és ezen kívül pedig leginkább életrajzi könyveket, azon belül is leginkább zenészeket, és azon belül is leginkább azokét a zenészeket, akiknek ismerem a számait. Aha. Most például evéshez olvasok mindig, ott most egy hofi életrajzot olvasok, róla mindent beszereztem, ami, ami, ami hozzáférhető Magyarországon. A műsorait nem hallgattam soha. Az életrajzát szerettem, mint hogy zenélni se azért kezdtem el, hogy megtetszett a Beatles zenéje, hanem olvastam egy életrajzi könyvet. Én, mint Komlon, ott ugye egy, egy gyárvárosban, hogy Liverpoolból egy hasonló ö, ö, környezetből így tudtak kitörni a zene által, és eltároztam, hogy zenész leszek, de nem a zenéjük miatt, hanem, hanem igazából a történetük miatt ö, választottam ezt a pályát 15 évesen. Hát akkor lehet, hogy költőknek is inkább az életútját kell, kellene olvasni, és nem a költeményeit, mert ez nagyon érdekes, mert ott ez mindig ketté válik, hogy, hogy a, a, műveket lehet szeretni magát, az alkotót meg nem. Szerintem ez teljesen helyén való. Voltak olyan klasszikus költőink, akivel lehet, hogy nem lennél szívesen barátságban, de mondjuk a műveit szeretné, tehát hogy erre gondol. nem tudom, nekem az nagyon, 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 dohos nekem az a világ, nem, egyszerűen sose érdekelt. Aha. Nem, nem, vagyok ez ilyen, ilyen lóden lódenkabátos fizé bolondistók. nem. Ez, ez, <laughs> Jó. én nem ilyen vagyok. Hát de vannak kortárs költők is. A mai nyelvezettel írnak, mai dolgokról írnak. Hát, lehet, hogy az még rosszabb. Az meg még nem, rosszabb. Nem. De, de ez egyetlen... mitől különbözik mint, a, mint, mint, attól, mint hogy a Sziámi lerak eléd egy, egy szöveget? Hát, mi a napidal eleve a, 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 projektnek a neve, azok, azok dalok. Azok, azokra lehet dallamot szerkeszteni, nincsenek benne ilyen rímtelenségek, öncélű káromkodás, szabálytalan ritmusú sorok, stb. Aha, de most te elmondtad egyébként a versnek a formai követelményeit, tehát hogy van ritmusa, vannak benne rímek, általában ezeket egyébként könnyű is megzenésíteni, de végül is csak versről beszélünk. Hát szerintem, amiket a Péterre nemtat azok egyértelműen dalszövegek. Dalszövegek. Aha. Na jó, e, térjünk rá arra a versre, amit, amit hoztál, hogy végül is hogy sikerült így megerőszakolni magad, és akkor mégiscsak egy vers lett belőle. Ó, húsz évig erőszakoltam magam, erről most szó sincs. Ez nagyon messze van az erőszaktól. Miután letettük a telefont az említett beszélgetés után, és abban egyeztünk meg, hogy hát akkor verset hozok, akkor ugye elsőről ugye a lovasi ugrott be, hogy, hogy tőle valamit. De aztán gondoltam, hogy annyi évtizeden keresztül oktam ki a sorból, most akkor csak, csak találok egy verset, valamit. És akkor beugrott egy néhány évvel ezelőtti történet, amikor én, én kitisztultam, megszabultam a kábítószertől, akkor egyszer kitettem egy posztot az Amondo című dalomról, és az, az, az egy, 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 full narkos szövegfolyam, és uh, arról szól, hogy, hogy, a helyemen az idegen. Tehát ez, eh, hogy a helyemen az idegen, akarod, de nem. Kb. Ez, a, ez az eszenciája, ez a két sor. És uh, egy rajongó, bizonyos Novák hajnalka, uh, bekommentelt alá egy verset azzal a uh, plusz kis lábjegyzettel, hogy, hogy erről a dalszöveg, Robi, nekem, nekem ez a vers be. És elolvastam ezt is, és könyvbe a szemem, és, és, megértettem azt, hogy, hogy végre ennyi évtized ut után én gondoltam volna utoljára, hogy, 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 életben maradok egyáltalán, és hogy és az, az a dühöm magam felé, meg az az állandó vitatkozás magammal, meg a magam becsmédése, ócsárlása, hogy, 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 ez elmúlt, és, és végre megismertem azt, hogy mi, mi az a lelki béke, és hogy, hogy valójában, igazából itt belül ki az én legjobb barátom, ez az idegen, akivel annyi évtizeden keresztül csatában voltam, és ez a vers erről szól. Ezért is el is mentettem, és akkor most ugrott be, hogy beszélgettünk a múltkor. Derek Valkotról van szó egyébként, 17-ben hunyt el, 1930-ban született egyébként Nobel-díjas, 92-ben kapta meg ezt a Nobel-díjat, mert hogy a költészete a díjazók szerint szerencsésen ötfőzi az Európai és a Karibi költészetet, csak ennyit ilyen kis információként magához, a szerzőhöz megteszed, hogy előadod, felolvasod, elszavalod, vagy ahogy szeretnéd. Ó, igen, nagyon Én szívesen. Köszi. Nos. Derek valkat Szerelem, Szerelem után. <kül> Eljön az idő, amikor unyongva ünnepled érkező önmagad. Saját ajtódnál, saját tükrödben. És mindkettőtök egymásra mosolyog. És azt mondja, ő ide, egyél. Újra megszereted az idegent, aki magad voltál. Adj bort, adj kenyeret, add vissza szívedet. Önmagának az idegennek, aki szeretett egész életedben, akire fütyültél egy másikért, aki csak kívülről ismer. Vedd le a polcról a szerelmes leveleket, a fényképeket, a csügget cédulákat. Hámozd ki önnönképed a tükörből, ülj le. Gyönyörködj életedben. Devecseri Gábor fordítása. Köszönöm, hogy ezt is még hozzátetted, mert ez is fontos. Szóval, hogy azért érintett meg téged ez a pár sor, ami egy ilyen szabad vers forma. Hogy hát igen, mert... ezt is nehéz lenne megzenésíteni, mert ez egy vers, nem egy dalszöveg. Aha. Egyébként akartam is kérdezni, hogy ha ezt meg akarnád zenésíteni, akkor biztos, hogy kitalálnál le. Nem tudom valami. beletenni a négynegyedbe, amiről ugye, Aha. tehát szabálytalanok a sorok, és ez, ez, épp ez a szép benne, és hát nagyjából rímtelen rimtel, is. Igen. Szerinted ennek van, nem hiába így fordította a Devecseri is, hogy ennek is van mondani valójában, hogy ez így sikerült, és nem egy ilyen négynegyedbe rakható Szerintem ez egy modern szabad versnek tűnik nekem. Ez, 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 ennek a költőnek ez a stílusa, bevalom nem googliztam rá és nem hmm. ismerek tőle semmi más csak ezt. Aha. Na jó szóval, hogy. hogy... Az érintett meg mindebben téged, ahogy mondtad, az, hogy, az, hogy magadra találhatsz újra, vagy Még. megtaláld magadba azt a szerethető dolgot. Tehát, hogy ne, ez az bennem lévő valami, ez, 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 ez soha nem utált engem, én voltam az, aki hadakoztam vele, tehát, hogy, hogy add vissza a szívedet az idegennek, aki szeretett egész életedben, akire fütyültél egy másikért, aki csak kívülről ismer, mit tudom én, egy, egy haver, vagy itt a társaság, akik, akik csak kívülről látnak engem, ő az egyetlen, aki, aki belülről is lát, és, és fütyültem rá, bántottam, ö, ö, sanyargattam, vedd le a polcról a szerelmes leveleket, dob ki a szerelmes leveleket, elég volt. Hámoz ki önökében a tükörbe, Egy egyesülj önmagaddal, hiszen ez a hang lesz az utolsó, amelyik el, elhallgat az élet végén, nem, nem, a, nem azért, aki mit tudom én, csak kívülről is, mert mondjuk így. Milyen az a címe, szerinted, hogy Szerelem Szerelem Után? Nem tudom, mi az angol címe vajon? Tehát ez mi? Love After Love. Én, én most bevallom, most nem tudom, hogy mi az eredet, de úgy, úgy emlékszem, hogy igen. Szerintem ez arról szól, ugye, hogy az ember keresi a szerelmet. Ugye én is kerestem, mindig komoly kapcsolataim voltak, ugye volt, so, sok barátom volt, de mindegyik komoly volt a kapcsolatom. De, de, de soha, soha, nem jött össze. Aztán kerestem a, a szerelmet igazából a zenében is, és ugye, ugye, ugye odakint oda a, a, kinti világban, és akkor most megtaláltam ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a belső szerelmet, illetve hát igazából love after love, az szeretet, szeretet után, ugye, nem fall in love-ról beszélünk, gondolom én, de hogy igazából ez egy ilyen, ez egy ilyen nevezhetjük végül is szerelemnek, én nekem a szerelemről az a véleményem, hogy az egy... Az egy lelki kapocs. A minden más, a test testrésze azt máshogy hívják. Uh -huh. De hát ez az én véleményem, szóval, hogy hogy annyi év után, évtized után, hogy kerestem odakint a, a szeretetet, a szerelmet, ez like Julekit, ahogy tetszik, ugye, de, de hogy arra nem gondoltam, hogy pont az a, az a valaki, nekem az igazi szeretet, az a belső béke, aki, aki én magam ideben vagyok. Uh -huh. Akit, hogy, akit hogy... idegennek neveztem el én is. de nem idegen. hát én az idegen túl jól Ezoterikus értelemben használtam, tehát Aha. ilyen ufó idegen. Ja, úgy idegen. De hogy te magadat is így, így látod? Na hát ez ennyi év után már 47 leszek, most már tudom, hogy, hogy ez így van. Most már ez bebizonyosodott. Ha tíz éves koromban, a keresem az ufókat, akkor szansos, hogy hogy, hogy, hogy van nekem oda valami. A kötődése. kötődésem. De, de mi, a, mi, a, mi az, amit. Engem is nagyon foglalkoztat az egész univerzum kérdése, ezért is vagyok nyitott ebben a kérdésben, hogy mi az, mi az amire te azt mondod, hogy bebizonyosodott. Hát, hogy az ember 37 éven keresztül azon gondolkodik, hogy most ufo -e, vagy nem, vagy földön kívüliek, meg minden. A legtöbb ember ezt ilyen vagy nem gondolása, so, vagy várandítás alá intézi. Ez ez, 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 volt régebben teljesen készen kérdezgettem az embereket, hogy szerinted léteznek földön kívüliek? És akkor hagytam ezt a körkérdést, amikor egy valaki oda hát ha léteznek, akkor maradjanak a földön kívül. Oké, okay, akkor megértettem. Azóta, azóta én viccesen mondom, hogy ufó vagyok, és most most vigyorgok is. <laughs> na, na jó, de ezzel nem magyaráztad meg a bizonyosságodat. Az a bizonyosság, hogy már 40 éve így gondolom. Hát ki az, aki ilyenek gondolkodik egyáltalán? 40 éven keresztül. Mi, és, hát ez nekem pont elég bizonyíték. De ez nem lehet, hogy inkább a, a valami a lelkedben, ami, ami, ami kapaszkodni szeretne valamiféle bizonyosságban. Tehát neked nem nincs Na, akkor most visszakanyodok oda, hogy, hogy az, a, az, amit te állandóan ugye küzdelemnek hívsz, meg azt mondtad, hogy hogy kerested a szerelmet kívül, aztán meg magadba, stb. Hogy ennek ellenére én azt látom, én, én, egy, én egy, magányos harcost, egy magányos ember harcát látom benne. Tehát én, amikor, most elég sok interjút néztem, hallgattam róla, hogy az ember szeret felkészülni a beszélgető partnerére, de valahogy mindig a magányos ember harca jön. Tehát hogy, hogy én, én nem hallottam tőled olyat, hogy, hogy mellettem volt akkor Aranka, aki, sa, tehát, hogy Nem, soha. Én ismer meg önmagad. Én az az ember vagyok. Én nem vagyok jó férje alapanyag, társ alapanyag. Én, én, erre, én nem ezért vagyok itt ezen a földön. Pontosan tudom, hogy miért vagyok itt. Én, én dolgozom bizonyos ö, felszabadító munkát végzek, és igen, harcolok még most is, de legalább most már nem magamban. Tehát aki azt mondja nekem, hogy figyelj, te vagy önmagad legnagyobb ellensége, annak azt mondom, hogy nem, te rosszabb vagy. Aha. szóval nem hagyom soha többet cserbe. Akármit is mond. Az egyik visszatérve, te hiszel a Földön kívülek létezésében? Na, nem, akkor nincs miről beszélni. Figyelj, ez bennem egy, egy folyamatos küzdelem, mert én az, én az univerzum létezésével kapcsolatban gondolkoztam nagyon sokat, és Stephen Hawkingnak a különböző teóriáival megismerkedvén azt, hogy az ősrobbanás után a, alakult a tér és az idő is, és lényegében ez egy lassuló, táguló folyamat, ami majd újra összeomlik majd egy pontba. Ha így vesszük alapul, akkor, akkor ez nem egy végtelen, hanem egy, hanem egy véges dolog, amit mi univerzumnak, meg időnek is hívunk, meg térnek is hívunk. És ha így tekintek rá, nem mint végtelenként, akkor kételjek támadnak bennem ezzel kapcsolatban, de ennek ellenére viszont olyan hatalmas nagy az univerzum, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem ismétlődhet meg az a csoda, ami mondjuk ezen a földön már egyszer létrejött. De szoktál gondolkodni ezen, hogy létezhetnek-e, vagy nem? És foglalkoztat ez a kérdés? Hogy abszolút. Abszolút. Gyerekkorom óta foglalkoztat ez a kérdés, igen. Menet közben, tehát a, a hogy mondjam, a, amíg, amíg szabadott mondjuk fantáziában élni, meg fantáziavilágban élni, addig ez egy tök könnyű dolog volt. De egy idő után már bennem például egyre inkább kialakult az a vágy, hogy, hogy, hogy tényleg azt hiszem el szívesen, amit, meg, amit megtapasztalok. Hát igen, egyszer, ez egyszer az. Egyszer, ez egyszer az? Igen. De én ugyanúgy, ahogy te, szeretek fölnézni, akár képetesen, akár valósan a, az, az űrbe, a világba. Ja. Most azt kellett volna mondanom, hogy persze, én hiszek benne, nem, nincs helyes válasz. Szerint, mert szerintem sincs. Vagyunk, akik vagyunk, még ha el is felejtjük néha. Menni Black 2, ez az áron mondat. <gül> <gül> nem is rossz. Apropos, apropó, te folyamatosan írsz egy kifi könyvet is. Ó, már 40 éve. Dolgozom de, de az most rajta. Hogy áll? <laughs> darabokba sokkal több minden van leírva, mint amit beleférne, és hát metszeni kéne, de most ez még nem az a korszak. Most ugye három év múlva 50 éves leszek, most még Isten életben tart, én most még nyomom a gáz. Tehát most dalírás, próbák, stúdiók, interjúk, és koncertek végül, de nem utolsó sorban. Szóval most ezt, ezt a, a rokkot nyomom most keményen. Van mit bepótolnom, 11 éve elveszett. Hát talán nem veszett el. Hát, talán nem. De talán. Miért, úgy vesz, miért úgy néz erre, el, hogy elveszett? Hát uh, annyi mindenből uh, táplálkozik valakinek a művészete. Hát csak 11 évig nem jelentettem meg lemezt. Nem, 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 nem adtam ki semmit. Mégis egy olyan utat jártál be, ami, ami mondjuk, ha úgy tetszik, nem mindenkinek van a kezében. Mint eszköz, mint, mint lehetőség. Hát ez finoman fogalmazok, ez nem való mindenkinek, az biztos. Hát az biztos. Az biztos. Aki ezt az utat velem végigjárt, az vagy úgy néz ki, mint a saját öreg apja, vagy börtönben van, vagy meghalt. Istenem. <külző> <hállt> 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 <hízh> Na? Uh, ahhoz szeretnék visszatérni, hogy, hogy én szerintem neked ez, ez nem, el, nem elvesztegetett időként kellene neked erre nézni. Aztán valahol egyébként mondtad is, hogy tehát az, hogy visszanyúlni valamihez, uh, valamiből építkezni, valami, az az, 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 ezek, fontos, fontos dolgok, hogy, hogy, hogy megpróbálni megfordítani a rosszat, és, 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 és jóként tekinteni rá. Ja. Örültem volna, hogyha nem, nem megy el 11 év az életemből ezt megtanulni, hogyha 5 év alatt is megtanulhattam volna. De hát én soha nem voltam olyan, aki, aki, aki másokra hallgat mindig a saját. Káromon kellett megtanulnom a dolgokat, pedig hogyha bölcsebb lettem volna, akkor ha hallgatok emberekre, akkor ez, ez az út az ez, ez lett volna, de ennek így kellett lennie, úgyhogy ez most így történt. Ez most így történt, igen. Jó. Uh... Akkor az kifiregényed várat még magára, az de az lesz az életed főműve esetleg? Igen, határozottan érzem, hogy igen, az lesz, az lesz de most meg egyenről nem nem vagyok ilyen nagyon prózaírósba sőt, most igazából nem is nagyon írok, hanem ami van, illetve hát a Péternek nyilván írtam Aha. dalokat, de most ami van, azokat adogatom ki, azokat hangszerelem meg, öltöztetem fel, tehát ez most a, az aratás, a szerkesztés és a a dal kiadásnak az időszaka az életemben. Az anyaggyűjtés ugye az volt, ami volt az elmúlt évtized, uh -huh. és most pedig jön, a, jön a, a, a nagy érdemű előtti tesztelés. Hogy képzeled el a, a szkifíró Robit? Hány éves vagy, miben fog, mit csinálsz? Tehát amikor már azt, azt mondod, hogy most már, most már minden akkord megvolt, meg minden dallamot eljátszottam, amit tudok, és akkor most beülök egy sarokba és végre összerakom, vagy ez hát hogy igen. fog történni? Egyelőre egyszerűen nem, nem tudom magam rávenni arra, hogy, hogy, hogy kinyissam azokat az adatbankokat, és elkezdjem szerkezgetni, és ami ez nincsen kedvem, ebből a szempontból is olyan vagyok, mint egy macska, ha nincsen kedvem hozzá, akkor nem csinálom, ezt már megtanultam, fogalmam sincs, most mondhatok neked dolgokat, hogy, hogy akkor lesz, amikor lesz, amikor, azt mondja a fejemben a gondolatom, hogy na, akkor most kezd el, most van hozzá a kedved, eljött az idő, nem szeretek tippelni, de hogyha mondjuk azt kérdezzét, hogy nekem mi a tervem, akkor én, az, én azt gondolom, hogy, hogy ahogy említettem, három év múlva, hogyha az Isten, élet, Isten életben tart, betöltöm az 50 évet, szerintem akkor fogom elkezdeni, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy soha, lehet, hogy 60, nem tudom. Uh -huh. Jó. Engem ilyen UFO energiák vezérelnek. Ezt mondta egyszer egy, egy, barátom. Hogy milyenek ezek az UFO-k? Hát, nem fog neked hazudni, a legtöbb éve nem a jóba. <laughs> de ő sem veled, meg senki. senkivel. Úgy alapvetően a, az emberiséghez elég, elég sajátos módon állnak. De vannak köztük néhány, akik, akik, akik a, akiket a lelki családomnak nevezhetek, és bizony ők egy maréknyia vannak, de, de az erejük felére a milliárd másik fajtával. Rögtön két kérdés merül fel benne. az egyik az, hogy akkor ezek szerint többféle e, ilyen földönkívül itt e, tart a számon. Nem, én van egy ilyen ezoterikus, ilyen UFO világ, ahol, ahol fel van sorolva, mit tudom, azt hiszem, 7 vagy 8 kívüli fajt tartanak számon ebben az ezoterikus világban, az UFO hívők, és ezek közül egy egy olyan van, amely, amelyik teljes mértékben, amivel azonosulok, a melegséget érzek, ha rájuk gondolok, és a a többiek viszont, tehát a húfóknak a, 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 a 99%-a, hát hogy mondjam ezt finoman? Ne, nem, nem, nem a legkellemesebb társaság. Nem a jó fejcsapat. Nem. <kül> hát, és... Ők neveltek fel, úgyhogy azért, azért hálával tartozom nekik, de azt tudom, hogy hogy az a, fa, az a Földön kívülű faj, aki most így a, 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 a Földön a háttérből irányítanak mindent ők, Hát nem azért akarják, hogy szenvedjünk, mert hogy gonoszak, hanem azért, mert ők nekik ez a szellemi táplálékuk. Ez a működési formájuk? Igen, aki azok a földön kívülék, akik azt akarják, hogy boldog legyél, nem azért akarják ezt, mert, mert jó fejek, hanem ők azt eszik. Ők a vegetáriánusok, a boldogság ebbők. Akik a félelmet eszik, azt, azt akarják, hogy féljél, mert, hogy mert hogy ők azt eszik. Semmi személyes. Őket hívják, köznyelv egy kicsit energiavámpírnak vagy ilyen dementornak? Nem, vagy nem, hüllőknek hívják őket, mert, mert a leginkább a Földön élő fajok közül a természetük erre a fajra hasonlít leginkább, de szellemi lényekről beszélek. Aha, és az, hogy a, ők neveltek föl, ez ö, konkrétan a, mit jelent? Van, van egy asszári sík, ahol a lelkek találkoznak, ez szerintem elég egyértelmű, és ö, ott ö, van, egy, van egy intézet, amit a hüllők üzemeltetnek, és ö, én oda kerültem abba az intézetbe, ezen a másik síkon, ami, csak annyira valóságos, mint hogy megkopogtatom ezt az asztalt, nem, nem, nem jobban. Ott ők temeltek fel engem, megkaptam azt a kiképzést, ami ami, 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 az ő sajátjuk, tehát ismerem a módszereket, minden tudok, de én magam egy másik UFO családhoz kötődöm, pont, pont az ellenkező csapathoz. És ettől függetlenül ők engem felneveltek, tartották bennem a lelket, és, és segítettek, ezért hálás vagyok nekik, de hogy majd, ne, nem ajánlom, hogy, hogy, nem szeretnék, tehát nem, nem lennék annak a helybe, aki, akivel nincsenek jóba. E, lehet ebből szabadulni? A rossz csapatból? Mind, mindig is kötődni fogok hozzájuk, hiszen ott nevelkedtem fel közöttük, és nem is hiszem, hogy végleg el tudnék szabadulni attól a fajta fekete fénytől, attól a sötétségtől, és, és nem is biztos, hogy szeretnék, mert azért vannak az életemben olyan pillanatok, mozdulatok, amikor bizony szükség van egy bizonyos fokú agilitásra, különben az embernek a fejére. De ez nem olyasmi, mint a, mint a, mint a drog használat, a függőség valamilyen formája? Hát csak ez nem teszítünk tönkre a szervezetemet. De hát mégiscsak ők a szarfejek. Hát már akivel, igen. Igen. De mondom, hát én, én, egy speciális kapcsolatban vagyok ezzel, ezzel, ezzel a ezzel a fajjal. Úgyhogy rólam nem, nem, nem fog tudni őket belőlem kiúzni, hogy én ők, őket színnám, vagy, vagy nem Teljesen megértem őket. Nem, nem szeretnék ilyet, csak megérteni szeretném a, a, te ezt a fajta függőségedet ettől a világtól, hogy valami, valamiért valamiért csak ragaszkodsz ahhoz, még ha nem is jó fejek, miközben a te szíved, az elkötelezettséged a másik csapat felé húz. Igen, akik, akik nem régen megérkeztek, és azóta már Átadtak nekik, és most már velük vagyok. Ez de a gyakorlatban mit jelent? Hát, az, hogy reggel kell, akkor nem acsargó, szörnyű, rettenetes hangokat hallok, hanem azt hallom, hogy szeretünk, megérkeztünk, elkezdődött, megtörténik, itt vagyunk, szeretünk, szeretünk, szeretünk. Ó, ezt akármennyire elbírom hallgatni. Ezt mondják neked? Igen. Ha jól tudom, akkor te gyerekkorod óta reggeli és esti imával élsz. Igen, Istenben hiszek egyértelműen, mert a földön is valakinek meg kell teremteni. Az a fajta reggeli ima, amit a hétköznapi hívő emberek is folytatnak, az mondjuk nálad így hogy kötődik össze ezzel a fajta világgal, vagy összekötődik-e egyáltalán? Isten tehát mindenkit. Csak azt mondod, hogy azzal kell ezt reggel, nem hogy... Imádkozok egy rövidet, igen. Mm. Volt volt olyan fél órát is imádkoztam, de most már én egy így leredukáltam egy rövid imára. Imádkozom családomért, magamért, egészségért. Tehát én nem úgy imádkozom, hogy ez meg az történjen ezzel meg azzal. Nem, egyszerűen csak azt hogy jó egészséget mindenkinek, teljesen átlagos. Uh -huh. Csak a kapcsolatot kerestem, az ima, meg a reggeli üzenetek, amiket a, a, a mondjuk a földön kívüli jobbik csapattól szokták kapni, hogy ez, ez kb. ugyanaz a csomage. Ezt nem értem. Az, én mondok magamban egy imát. Ennek, ennek semmi köze semmi máshoz. Istenhez imádkozom. Nem értem a kérdést. De ne nevezzük őket földön kívának. beszéljünk el, hogy a gondolataim. Uh -huh. Jó? A, tehát a kedves gondolataim, a kedves gondolataim, azok, az, tehát nekem végig a fejemben vannak ezek a gondolathangok, de hát a, az imához én ezt tényleg nem értem, hogy kapcsolódik. E, csak úgy kapcsolódik, hogy azt mondtad, hogy a jobbik csapat, a földön kívüli jobbik csapat. De, amikor... ezt az ott még egyszer nem akarom hallani, tényleg. Mit a, mondjunk a, helyette? Azt a hangok, a gondolataim. Jó, akkor így már, így már oké, okay, mert hogy azt mondod, hogy reggel fölkelsz, és a gondolataid azok csupa szeretetről szólnak. Hál' az Istennek. Hál' az Istennek. Jó, és azt, azt akartam kérdezni, hogy ez mennyire köthető össze a reggeli imával, ami nyilván megint csak a szeretetről szól. Amikor, amikor nem szerető hangok szóltak a fejembe, akkor is ugyanazt az imát mondtam. Mm -hmm. Jó, ez lett volna a kérdés, ja. hogy. <laughs> ugye... Igen, autizmussal élő emberként kicsit néha nehéz velem. Semmi gond. E engem is szoktak így aposztrofálni, mint ahogy OCD-sként is, ami megint csak a te egyik küzdelmed mostanában. Negyel, eh, bő 40 éve. Vagy bő 40 éve, e, úgyhogy van, van, van küzdelem. Azt akartam e, kérdezni, hogy most, hogy beszélgettünk erről, a, a, erről a fajta világodról is, hogy Szerinted, amikor veled foglalkozik a, a, média, meghívnak téged, azért viszonylag gyakori szereplője vagy a különböző médiumok? Hát igazából igen, egy évben szoktam adni négy-öt interjút, ha ez gyakorinak nevezhető. Hát szerintem igen. Hát a végül is, mit tudom én, két havonta egyet. Aha. Jó, szerintem azért ez nem gyakori, de hát döntse el a közönség, hogy gyakori. Úgy, úgy, mondom a gyakorit, hogy nyilván nem a, nem a mainstream ö, ö, mai ö, pop ö, ikonnak számít az, akit minden nap a, a tévé reggeli műsortól a, a, night showig folyamatosan cibálnak és rángatnak, fél évig vagy egy évig, és aztán soha nem látott többet. Tehát az te évtizedek óta a pályán vagy, és így is adsz mondjuk egy-két havonta interjút. Két havonta adok interjút, de régebben ez még ennyi Aha. Évek teltek úgy, amik nem is volt miről interjút adnom. <laughs> Mert nem, nem történt semmi, se koncert, sem megjelenés. És az, hogy mostanában viszont már sűrűbben adsz, ezt minek tudod be? Azt mondják, hogy Bércesi Robi zenész, akinek rohadt jó zenei vannak, ismét előjött már akkor is jót alkotott, és most is csinál valami jót, gyere be, hogy beszélgessünk vagy Bérces röbi a zenész, akinek rohadt jó zenei e, voltak, e, de egyébként meg tök érdekes figura, mert e, volt egy 20 éves küzdelme, meg, e, meg nem tudom, furcsa e, világot épített, és egy ilyen fura figura, akit hívjunk már meg beszélgetni. Ja, igazából nem tudom, erre csak annyit tudok hogy szerintem, hogy két havonta adok egy darab interjút, az szerintem az, az nekem bőven elég, és az, az pont jó, és eszembe jutott, mi volt tavaly előtt a Starban, Star Leszek műsorban. Felkértek, hogy menjek el oda, és akkor mondtam, hogy, hogy ne haragudj, de nem. És de hát ez neked egy óriási lehetőség, te egy érdekes ember vagy. Ó, mondtam, nagyon szépen köszönöm, de nem. És te ezt a levelezést kiposztoltam az oldalamra, <laughs> hát ez petrengtek, nagyon vicces volt. Na de látod, ott is azt hangzotta, hogy de te egy érdekes ember. Persze, vagy. köszönöm szépen te meg nem. Tudod, ez kávér, most de, de nem, de nem, de nem, fog elmenni bóckodni, de, 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 de biztos, hogy nem, ilyeneket nem vállalok el. És igazából, hogyha már itt tartunk, van egy ilyen forma nyomtatványszerűségem, amikor felkérnek egy interjúra, a kedves keresztnév, XY, Robi, ezért és ezért nem való interjúkat, udvariassal köszönjük a megkeresést, tisztelettel. Ezt, ezt a menedzserem ezt szokta kiküldeni. Aha. Jó, én nem kaptam, tökre örülök neki. <laughs> Te nem is a menedzseremen keresztül, te valahol megtudtad az e-mail címemet. Hát kérlek szépen, én felhívtam egy telefonszámot, ami a, a talán a Hiperkarma Facebook oldalán volt, és ott egy kedves hölgy. Krisztika a menedzserünk, a men igen, igen. igen. Igen, vele igen. beszélgettem, és azt mondta, hogy az interjú meghívásokat te személyesen szereted kezelni, és ő adta meg a telefonszámodat, és akkor beszéltünk telefonon. Biztos hogy, nem. Az biztos, hogy nem adta meg úgy a telefonszámot, hogy ne ennek kérdezett volna meg. Valószínűleg megkérdezte, tehát nem azonnal adta meg, hanem elküldte nekem a Én az e-mailre sem. emlékszem, hogy e-mailben beszélgettünk, de lehet, hogy telefonon. Telefonon beszéltünk, és aztán e-mailen küldtem részleteket át neked, igen, hogy, igen, hogy, hogy, hogy hogy néz ki a. Ja, hát vannak ilyen, ilyen interjúk, amik, amik, amiket érdekesnek találok. Volt olyan, amikor az utcán gyalogoltunk, elmentünk az, mert a helyek mert ahol laktam, és akkor én rituális búcsút vettem a, az elmúlt húsz évemtől akkor volt olyan is, ahol megfőzték a gyerekkorom kedvenc ételeit, tehát az ilyen, az ilyen érdekes dolgokat elvállalom, de az, hogy most gyere be a reggeli műsorba, keljél fel hatkor, öt percet beszéljél, aztán menj, azokat nem szoktam elvállalni, de természetesen udvariasan, és nagyon boldog vagyok, hogy még a, még a hányattatott életem ellenére is mindig a, a a a ajtónak a radarja alatt lebegtem. Tehát rólam nem írtak, engem békén hagytak és, és, és emiatt nagyon boldog vagyok, és e ez remélem, hogy így is marad. Hát mondjuk, a szerepeltél volna a Sztárban, a Sztárban, a műsorban, akkor biztos nem így lenne. akkor. Ja, ja. Hát igen, volt egy tévéműsor az LTL klubban, a Selfie, az volt a neve, én kamerával kellett fölvenni ö, saját magamat két hónapig. Na és azt elvállaltam, azért, mert egyrészt egy érdekes dolognak tartottam, másrészt pedig akkoriban borzasztón le voltam még be. Úgyhogy fiatal voltam, kellett a pénz, csináltam volna sokkal rosszabbat is szerintem. Úgyhogy, De ez ö... egy vállalható sztori lett én végül. is azt, igen, igen, én is ez, ezért, ezért, vállaltam el, meg amiatt, mert le voltam akkoriban nagyon. Jó, meg hiteles ö, tudtál gondolom lenni magadhoz, hát, mert o... ez fontos mert egy sztárban sztárban műsor az, az igen, nem, nem, rólad szól. Ez az első, az első hónap után ki akartak rúgni, mert hogy nem törték velem semmi, hogy csinálják már valamit. Menjek falat mászni, de hogy megyek el, én az, aki rezon, nem tudnék gitározni. Szóval pont egy nagyon depressziós korszakomban talált el, nem volt kedvem semmihez gitározni se gitároztam, mert nyilván most már fáj látom, hogy hogyha ebbe az aktív korszakomba talált volna meg ez a műsor, akkor rengeteg elképesztő bomba lett volna. Így csak hát a panaszkodás ment, meg a depresszió, meg az, hogy bámulom a tévét, olvasok, eszek a kutának, elkezdtem ilyen könyvajánlókat tartani már innomban, nem tudtam mit kitalálni, úgyhogy így végül nem maradtam a műsorban, de Hát az, az nem, nem, nem a lelkének, nem a legizmosabb időszaka volt az életemnek, ezt sajnálom. Na jó, de hogyha bánod azt, hogy nem a mostani időszakodba készült egy ilyen műsor. Bármikor fogsz egy kamerát, és megcsinálod. Fölveszed, elmondod, ami foglalkoztat, ahogy élsz, ami, ami, van, ami történik veled, egy gombnyomásra fönt van a YouTube-on. Kinek van erre ideje? Arra a gombnyomásra? Hát arra, Akkor... hogy én most föltöltsem a YouTube-ba, fölvegyem, hogy így magyarázzak, hát érted. Ez... Hogy telik egy napod? Hogy, tehát, hogyha... Na hát ez, ez nekem elég, elég elég komoly feladat volt, és Aha. Hát, teljesen átlagosan felkelek, ugye fogmosás, kávé, cigi, WC, fürdés, leülök a gép elé, jönnek szerződések, posztolok, mint ahogy említettem, most nem az alkotófázis vagyok, most, 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 most itt a földön nyomom a dolgokat, tehát az anyagi világban próbákat szervezek, koncerteket, stúdiómunkákat, ugye interjúkat, tehát legyen elég annyi, hogy miután fölkeltem, általában egy ilyen 8 óra körül, leülök a gép elé, és elterik 4 óra, és, 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 még gyakorlatilag meg sem tudtam mozdulni, mert egyfolytában dolgoztam, akkor utána ebédelek akkor utána megint vissza a levelezéshez, utána lazítok, nézek valami sorozatot, valami, valami, valami könnyű dolgot, Utána pedig ugye vagy jönnek a stúdió, a próba, a koncert, interjú, vagy átjön a Péter, vagy ö, elmegyünk kocsmázni, most már azért ez egyre ritkább, mert, mert azért az, arra vigyázok, hogy azért ne, nem szeretném túlzásba menni a bulizást, azt meghagyom a fiataloknak. Nagyjából így, így telnek a napjaim. Aha. Uh, mi a baj a kocsmázással? Hát azt, hogy én olyan vagyok, hogy bármit csinálok, azt sose csinálom félszívvel. Legyen szó dalírásról, ugye a drogozás, ami volt, vagy az alkohollal is, hogy azért, hogy én, én nem szeretek részletek én baszni szeretek. Tehát az, az, az nem jó. Tehát én azt szeretném, hogyha, hogyha ezt egy kicsit visszafognám, mert hogy nem szeretnék élni a, 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 a részek, pláne nem így, így, 46 évesen, így szégyen szemre mindenen túl, majd a végén pont a, az alkoholba fog belabotlani. Nem, nem. Jó, jó ez így nekem. Jobban szeretek egyedül lenni. Jó, jól érzem magam egyedül most már. Most most régebben is egyedül voltam, de akkor annyira nem éreztem jól magam, de ha muszáj lenne választani, hogy egyedül, vagy, 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 vagy vagy emberi társaságban egyedül. Egyértelmű. De hát nem muszáj választani, hála Istennek. De most egyedül élsz? Egyedül élek már nagyon régen, de amikor volt valaki, akkor is egyedül éltem. Igen, igen, ezt mondtam, hogy én is egy ilyen magányos ember harcát látom. Hogy nem tudom, ez a harc, meg ez a küzdelem, ezt miért mondod annyiszor, de én meg egy magányos ember nyugodt, rendezett életét látom, aki olyan boldog, hogy még beszélni sem erről. róla. Mert mi történik? Tehát. Nem akarom, hogy emiatt ez, ez ingereli az embereket, úgy érzem, mert valaki nagyon boldog. Úgyhogy én, de igen, tudod mit? Harcolok, megy a harc. <gül> <gül> Lehet, hogy rossz a szóhasználat, inkább, inkább küzdelem, mert azt te is mondtad, hogy azért volt volt bőven küzdelem. Volt. Csak <laughs> a... Volt. A küzdő ember, a harcoló ember nekem szinoníma. Volt, csak, azért csak küzdelem volt. Azért, de, de de most nincs, most boldog vagy, és azt mondod, ez ingerli az embereket. Mi, mit tudnak el, mit tud csinálni, mit tudnak csinálni? Nem, nem, nem szeretem szeretem ezt hogy annyira, annyira így, így, kimutatni, mert én jó, jól érzem magam úgy, hogy én tudom, hogy, hogy boldog vagyok, és ez nekem pont jó is így. Azért firtatom most ezt a boldogság kérdést, mert mert azzal szerepelni, hogy, hogy neked mennyi küzdelmed volt, és hogyan élted ezt túl, és, és hogyan lehet hasonló cipőben lévő embereket valahogy megmenteni, stb. mellett az, hogy hogyan lehet boldogan élni, hogyan szerez meg a boldogságot, mi a boldogság kulcsa, én azt gondolom, ugyanannyira fontos elmondani, és te most húzol itt egy határt, és azt mondod, hogy erről nem szeretnél beszélni. Én meg szeretném, hogyha beszélnénk arról is, hogy hogyan kell boldognak lenni. Jó. Sokkal fontosabb. Ugye, ugye már az az űkanyáinkban, mindenkiben bele van kódolva, hogy ugye ahhoz, hogy át tud érezni a boldogságot, tudja ez viszonyítani, néha szomorúnak is kell lenni. A ying és yang, a fekete és a fejér, nem létezik tiszta energia, szabad energia, rossz nélkül való jó, állandó, örök boldogság, aminek nem kell viszonyítási pont. Ugyanilyen nem létezik. Azt beszélik, igen. Ezt beszélik, bizony. Szerintem meg létezik, és akárhányszor ezt szóba hozom, mindig ingerült, ingerült, válaszokat kapok, úgyhogy inkább ezt megtartom magamnak. Én tudom, hogy létezik ez, de hogyha valakit ezt megkérdezem, azt mindenki azt mondja, hogy nem, 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 Kész. <laughs> most érted, ez mi, minek? Nem, 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 vagyok én pap, érted? Most sem proféta, nem? Tehát, ő a hát de, lehetnek attól még saját gondolatait, ha az ők azt mondják, hogy már pedig sötét nélkül nem létezik világos, te meg azt mondtad, hogy de létezik, most akkor és akkor elkezdjük egy vita, amivel csak megy az életidőm, meg az energiám, úgyhogy inkább de hogy vitázok én. én. Én tudom, hogy létezik, átélem, megélem, és boldog vagyok. Annyias, annyi sok ember szeretne boldog lenni. És nálad meg lehet, hogy ott a kulcs. Hát van, én szerintem létezik az a fajta jó, az a tiszta boldogság, aminek nincs ára. Mi, hiszen a ára lenne már nem lenne tiszta itt van a levegőben, itt van körülöttünk, aki, aki tud vele élni, az él vele, aki viszont azt mondja, hogy ez nem így van, mert hogy a ying meg a yang, meg ez, ez ilyen az emberiség kezdetére nyúló tanítást, alaptanítást von kétségbe ez a gondolatmenet, akkor ezt, megértem, gondolj vele, tehát érted, ez egy olyan, hogy te azt mondanám, hogy a világ őrült meg, vagy én őrültem meg, hát melyikre van nagyobb esély? melyikre? Hát arra, hogy én nyilván. Uh -huh. És ezt elfogadod. Mit? Hát, hogy akkor te örültél meg. Nem, én, én meg... nem azt mondtam, hogy én örültem meg, én azt mondtam, hogy arra van nagyobb esély. Aha, uh -huh. jó. De nem örültél meg. Tudja fel. Bocsánat, még egy pillanatra még visszatérnék az előbb, ahogy mondtad, hogy hát azért most így három év múlva vagy ötven éves, és hogy azért szégyen szemre, meg nem fogsz ugye így lealjasodni, akár kocsmázni, akkor nem tudom, micsoda. Nem szeretnék igen. művész temetőbe járó kocsma igen, lenni. Igen, igen. Még itt a beszélgetésünk előtt, vagy a felvétel előtt ugye beszélgettünk, én is Kínlódok a, a úszógumival itt a hasamon, és te mondtad, hogy milyen sikeresen sikerült lefogyni. Te, te azért valamennyire egy hiú ember vagy? Nem, egyáltalán nem vagyok híú, ez, ez távol áll tőlem. Ö, egyszerűen csak a Müller Péter Sziámi egyfolytában már mondogatta nekem, hát hogy néz ki, mert mekkora hasad van, de ott, tényleg, de ez, nem, ez, nem, lehet így, már a gitárset akarja el, és mindig mondta, hogy hagyjál már Péter, hagyjál békén, Aztán utána, amikor a negyedjére is mondta, rákta a filmet, akkor mondta, jó, akkor elkezdek egy fogyókúrát, akkor mondta, hogy van egy, egy zapkorpa lepény, amit ki kell sütni, egy, egy, életemben nem főztem, úgyhogy mondom, akkor nem, mégsem. De addig tukmáltam, amíg megtanultam ezt a zapkorpa lepényt sütni, és 20 héten keresztül gyakorlatilag ezen éltem, meg koplalt és 20 hét alatt így sikerült leadnom 20 kilót, 90 kilóról, 70 kilóra, ez volt 338 napja. Azóta van a szinten tartás, ami azt jelenti, hogy 70 és 72 között vagyok. Ha 76 vagyok, akkor eszem, ha 72 fölött, akkor koplalok, és akkor ma 70,9. Akkor ma ehetsz. Igen, igen. <laughs> Bizony. Micsoda <laughs> <Bicsoda> jó nap. Ma <laughs> Na, igen, igen, igen. Na, jó. Um, Kért, kérdeztem tőle, vagy kértem tőled, hogy ha, ha van kedved e, gitárt, előkapni így a műsor közben. E, nem tudom, hogy lette, van-e. E... Hát igazából nincsen. Igazából... Nem? hülyeskedek, hülyeskedek. Persze, ezt is elfogadom, ha nincs. De örülök, hogyha van. Ez, ez, ez... <laughs> Felkértél, megkértél, és gondolkodtam is, hogy mivel készülök és arra gondoltam, hogy akkor legyünk stílusosak, és, és <laughs> esetleg eljátszom a az egyik vers megzenésítésemet nagyon ritka ez, összesen három verset zenésítettem meg életemben jobbára felkérésre. Ez is egy ezek közé tartozik, a Petőfi Sándornak az Egy gondolat bánt engem című verse, aminek az a rövid története, hogy 2011-ben egy kedves baráti társasággal, éppen ilyen szabadidő zenekarunk volt a, a Pamut, ez volt a neve, Rádiósok, tévés, akik civilben zenélgettek, és, civilbe és akkor én, én is beszálltam a bandába, és mondták, hogy most jön hogy március 15-e, hogy, hogy meg kéne zenésíteni egy Petőfi verset, mert most egy március 15-ei dalnak is. Hát nem volt ötletünk, és Gabó a basszusgitáros így mutogatta a Youtube-on, na ez is egy vers megzenéstés, ez is egy ez is. és volt egy, én már nem tudom kinek a megzenéstése, amelyik úgy kezdődött, mint, mint, az Imagine, így beugrottak az akkordok, de utána teljesen más fele, mert nem is az a lényeg, és akkor, és akkor mondtam, hogy figyeltek, hát akkor azt hiszem, akkor már a vers megvolt, tehát kiválasztottuk, hogy az egy gondolatban tengem című vers lesz, és akkor hogy milyen zenei alap menjen el. És mondom, figyeltek már, mutasd ezt a verset. És akkor én, én gitáron tudom játszani az Imagine-t, és elkezdtem rá próbálgatni az Imagine-nek az akkormenetére az egy gondolatban tengem című verset az Imagine-nek a dallamával. Aha. És hogy egyre jöttek a sorok, és, és látszott, hogy ez, ez, egy fitz, ez, ez, ez pont passzol rá. Hát, tehát mikor elképzelsz egy próbatermet, ahol négy felnőtt férfi úgy röhög, úgy röhög, hogy nincs, nem tud ki hangot adni, annyira röhög, tud. <laughs> Tehát nem, nem A visítva röhögés, nem még egy ilyen durvább, Ném, a néma, néma őrült bömbölve röhögés. Tehát ilyen az életem egyik legnagyobb röhögése volt az, amikor azt a, azt a számot összeraktuk, és hát na, nagyon jó móka volt, és utána a, 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 a gitáros rác a Szabadidő zenekarból többek között videoklipeket is járt, és készített hozzá egy nagyon-nagyon jó animációs videoklipet, uh -huh. akit érdekel a Pamut a zenekar Képzeld el, című szóval Pamut Képzeld el. Ugye Képzeld el, az ugye angolul Imagine. Az, az a dal címe, Képzeld el. Jó, akkor amíg idehozod a, a, a gitárodat, addig e, e, megígérem neked, hogy akkor a Youtube-on a ide az adásom alá oda teszem a linkjét ennek, és akkor, és akkor rá lehet kattintani, jó, és akkor köszön. meg lehet nézni. De sokkal jobb lesz, ahogy most fogod előadni, ne, <laughs> mert, ne, mert ez ne. most olyan. Ne. Siker... Jó, nem tudom, hogy a mikrofont érdemes-e valamivel lejjebb tenni. Most nem fogjuk, a fülhallgatóval teszteljük Hát, szerintem. Mert itt akkor szólni fog ez elvileg? Ne, ne, szerintem szól, nem szól. Halló, halló. Igen, 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 Na jó, akkor állítsd állítsd be, Na, és jelentem, akkor... Ez, hogy van ez? Jézusom. Ja, aha, aha. Jó. Na nézzük. Szerintem ez így jó. Tökéletes. Aha. Tökéletes. Na, tehát így van. Egy gondolat bánt engemet Ágyban párnák közt halni meg Lassan hervadni el, mint a virág Amelyen titkos férek fogarák Elfogyni lassan, mint a gyertyaszár Elhagyott üres szobában Ah, 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 ah. Ne íha látadj Istenem Dü -dü 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 -dü. Ne íha adj én nekem Dü -dü 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 -dü. Legyek fa, amelyen villám fut keresztül Dü -dü 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 -dü. Vagy amit a szélvész csavar ki tövestül Legyek kőszírt a hegyről a völgybe Egget földet rázó, menj, dörg és dönt le, a majd minden rabszolga nép. A jármát megumba síkra lép. Piros ló arca, piros zászlókkal, A zászlókon emeszent jel szó, Világszabadság, ezt harsogják, Kelettől nyugatig. Dü 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 dü, a zsarnokság velük megütközik. Dü 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 dü, ott tessem elén a harc mezején. Ott folyjon a szívemből a vér. Legyek kőszírt a hegyről a völgybe. Eget, földet rázom, meg törkés dönt le, ha majd minden rabszolga nép Képzel el A jármát megunva síkra lép Képzel Piros ló arca, piros zászlókkal A zászlókon emeszen jelszó Hát ez tényleg óriási. Ez működik. Jó, nagyon jókat Ez mennyit rögtünk. De jó volt. Ez tényleg nagyon működik. Kélek szépen, szintén az én kedvesem, a te nagy rajongód, uh -huh. talált egy másik YouTube videót, azt hiszem, igen, 2007. augusztus. Uh -huh. uh, amikor szintén egy szavalás történik, egy Petőfi szavalása. Az a, a mondj már, a Millenálisban volt az, igen. A, amikor uh, szimfonikus zenekar kísérletet is kaptunk igen, az egyik igen. dalhoz. Igen. igen, és ki kellett választani egy Petőfi verset mindenkinek, és uh, az egyik dalba bele kellett illeszteni, és akkor az Amondó című számhoz felcsapta egy Petőfi verset, és ez a Akasszátok fel a királyokat című vers És dobta a gép, és akkor uh, azt olvastam fel az Amondó című dalnak az intrójára. Az egészen sajátságos uh, performance lett, szerintem. Igen, emlékszem, a végén átment rá ebbe. Uh, ja, persze. Lamberg szívében kés, latúr nyakán kötél, és utánuk több is jön talán, hatalmas kezdesz lenni végre nép. Ez mind igen jó, mint valóban szép, de ezzel még nem tettetek sokat. Akasszátok fel a királyokat, szívüknek minden porcikája rossz, már anya méhéből gonosz vétek gyalázat teljes élete szemétől a levegő fekete, és megromlik a föld, amelyben elrohad, akasszátok fel a királyokat. Hiába ömlik hősökati véretek, ha a koronát végképp el nem töritek, fejét a szörny ismét fölemeli, és akkor megint előről kell kezdeni. Hiába lenne hát ennyi áldozat, akasszátok fel a királyokat. mindenkinek, barátság kegyelem, csak a királyoknak nem sohasem. sem. Gitárom is lantom a kezemből, eldobom a majd én folytatom, ha kívülem rá, ember nem akad. Jaj, jaj. Hát jó kis performance volt. Emlékszem, láttam is én ezt a videót, három számot játszottunk, és a, a harmadikra kaptunk egy, egy nagy zenekari kísérletet ez volt a, a, a később uh, ilyen uh, hagyományá vált szimfoniknak az előfutára. Azt uh -huh. Az, De. hogy egyáltalán megy az a zakatolást. Igen, igen, ez az Amondó című számnak a bevezetése volt, igen, ez, ez, ez így alakult. De az, a, tehát, hogy, hogy érted, rámegy egy vers, és rögtön egy, egész más dolog kezd el működni, hogy a zene, az, Ugye Balassi, csak ha Balassi Bálintra gondolunk, ő sem írt másképp verseket, mint már rögtön, ugye zenében adta elő, lantal énekelte el az összes versét, mert az volt a hordozó műfaj. Hát az plusz dimenziót ad hozzá nyilván, hogyha ott van az a zene, az nagyon fontos dolog. Ha megnézel egy filmet, és mondjuk lenémítod a hangot, a filmzenét, tehát akkor, az akkor rájössz arra, hogy mennyire fontos a, zené, a zenének, mekkora hatalma van. Tehát egy, egy ilyen alap nélkül ezt a verset te is másképp adtad volna. Persze, ja? hát a végén önkéntem elkezdtem a ritmusra reppelni, hogy futottam a szavakkal, hogy, hogy erre a nagyon gyors tempójú darra passzoljon, de jó sikerült. Jó. óriási nagy siker volt, és emlékszem, amikor lejöttünk a színpadról, a fellépésünk után, úgy volt megkomponálva, hogy az utolsó dalnál csak a szimfonikus zenekar maradt bent, azokat vette, őket vette a kamera, és akkor visszament a színpadra, akkor már nem voltunk ott. És lecsengett az utolsó hegedű hang is, és akkor én a backstage egy óriási tüvöltött, és mi az egész terem mindenki. Na, <síns> 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 jó. Ja. Most mik történnek a színpadon veled? Uh... Milyen dolgokat csinálsz, mi fog történni a, a következő időszakban, ha kedves feleségem el akar rángatni valahova, akkor hova rángassan el? Nagyon jók mostanában a koncertek, egy teljesen felfisült zenekar, volt néhány tagcsere ugye az elmúlt 23 évben, és azt kell mondjam, hogy minden szinten ez a legerősebb, legütősebb formáció. Nem az vagyok, aki minden formációnkra ezt mondja, ez most, ez most az. Hogyha nem az lenne, akkor nem mondanék semmit. Már hogy ez a hiperkargás. Igen, most a a uh -huh. zenekar a legütősebb felállásban van, és egy... egy remontál egy újabb virágkorát, egy másodvirágzását éli meg, <coughs> sőt, most az igazi, szakítottam a lámpalázzal. Úgy döntöttem, hogy a lámpaláz nem a barátom többé, nem érdekel az adrenalin. Én nem szeretek úgy felmenni a színpadra, hogy, hogy, hogy kiszárad a szám, remegek, én még a gyomrom, hány ingerem van, holt álmomban is el tudom játszani ezeket a számokat. Hát akkor meg, úgyhogy a lámpalázzal én szakítottam, azóta sokkal felszabadultabb a, a koncertek, <kül> nincs görcsölés, nincs színpadon meghalás, szórakozva, szórakoztatás van, úgyhogy tényleg most mindenkinek csak ajánlani tudom a bandát. Az Amondó című lemezünk, a legsötétebb alkotás... 2003-ban jelent meg, tehát idén 20 éves, és ezért júni én Nándor, a Budapest Parkban lesz egy Amondó 20 koncert, ahol megünnepeljük ezt az albumot, amelyről a címadó számon kívül semmi más nem játszunk, de itt most fogunk, el fogjuk játszani majdnem a teljes albumot. A 12 dalból ugye három instrumentális, tehát az nem marad 9, és ebből de hetet eljátszunk róla, úgyhogy ez egy nagyon különleges koncert lesz, és uh, utána indul a nyári turné, a fesztiválok, gyakorlatilag szinte mindenhol ott leszünk, ahol, a, a, ahol uh, buli lesz, tehát a nagy fesztiválokon lesz néhány kisebb is, Úgyhogy uh, ez dübörög ezzel, uh, szint ugye az egyszárgitáros uh, projektem, ott is megyek a fesztiválokon, ahol van ilyen kis színpad a Fishingen a művészetek völgyében. Ezen kívül pedig uh, más szabadtéri helyeken játszom, tehát egyszárgitáról körülbelül ugyanígy koncertem van, mint a Hiperkarmával, és uh, most tennap jelent meg a, a Sziámival a közös dalainkból megint egy tucat, a napi dalok kettő, cím, vagy képzeld magad, ez egy duet lemez, mindegyik számát más és más szívemnek kedves vendégének es adom elő. Úgyhogy most készítek egy angol albumot, a szeptemberben jelik meg, már a célegyenesben vagyunk, tehát gyakorlatilag kész van a lemez. Szeretnék kimenni Londonba, meglátogatni a kinti hungáriaiakat. Ezt én találtam ki. Hungára. Hungáriai. hungáriai. <laughs> szóval a kinti hungáriaiakat meg fogom látogatni, és hát akit érdekel, majd jön el a koncertem, de ez most még gyerekcipőbe jár, de elhatároztam, hogy ezt így. És az angol dalokat viszed? Nem, de figyelj, a magyar közönségnek angolul énekelni, az nagyon ciki. Tehát ennek az angol lemeznek nem lesz bemutatója sem. Ennél csak egy ciki van, a kinti magyaroknak angol énekelni. Nem ott bennem angol de nem fognak on, onnan belőlem kihúzni, természetesen magyar műsorral készülök, Magyarországon is, és a londoni magyaroknak is, de hát itt van tartom a szemem, hát ha valakit érdekel, az ország legjobb producerével dolgozom, vele raktuk össze ezt az angol albumot, a szövegeket szinte tükörfordításba le tudtuk fordítani, tehát ugyanazt jelenti egy angol ember fejének is, mint egy magyarénak a magyar. Elvileg működnie kéne valamilyen szinten, de ez Értel, ez egy tét új dolog, nem olyan, mint a hiperkarma volt 2000, vagy most vagy bejön, vagy mehetek haza anyukámhoz. Itt az van, hogy hát ha nem jön be, hát azért ez a, ez a magyar rockstar is, hogy mondjam, ez, ez szerintem ez egy nagyon-nagyon áldásos dolog, hogy velem ez, ez, történt, hogy a legjobb szakmát választottam, ez a legjobb meló a világon, és nagyon boldog vagyok, hogy, hogy, a, hogy a közönség így valóra válva tartja ezt az álmomat. Aha. Akkor te igazából vártad már ezt a a fesztivál szezon, meg, hogy lehet menni, itt jó az idő, itt van május, fesztiválok, fellépések. Igen, 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 május 19-én kezdünk, az lesz az első ö, szabadtéri nagykoncertünk időn, Pécsett a Káptalan kertbe, oda is mindenkit várunk szeretettel. Nagyon jó kis hely, hasonló a Tabánhoz, ez a Gyereki a hegy oldalba típusú Aha. szórakozó hely. Jó. Én, én, ö, igen, domboldalas amfiteátrum, kialakítású. Igen, várom már ezeket. Nekem ezek ilyen nyaralások, jól érzem magam. A nagyobb fesztiválokon, ahol egy és is játszom, mindig úgy kérem magam, hogy egymás utáni napokon legyek én is, én utána meg a hiperkarma, és akkor ott alszom egy-két napot. Úgyhogy igen, igen, lehet van majd ott találkozni a zenekarra. Jó kis nyárak nézünk elébe, Isten is úgy akarja, én benne vagyok. Hát figyelj ide, a, a verssel annyit nem foglalkoztunk, de azt, hogy Hámoszki önnön képed a tükörből, ül egy életedben, ezzel a témakörrel viszont igen. Beszélgettünk itt az elmúlt most már több mint egy órája. Igen. Úgyhogy örülök, hogy elosztad ezt is, meg egy kicsit kitekintettünk így általad a magyar irodalomból a külhoni felé is. Igen. Előnként eszembe jutott még az, hogy, hogy Ugye én 15 évesen döntöttem el, hogy a zenével szeretnék foglalkozni, és 10 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy valóra váltott, volt, váltódott ez az álmom, hogy megéltem a zenéből. És ahogy ez megtörtént, onnantól kezdve annyira elszálltam, hogy újabb húsz évnek kellett eltelni ahhoz, hogy, hogy ezt tudjam értékelni, és tudjak tudjuk ebbe gyönyörködni, el, el tudjam magam engedni. Igen, ez egy nagyszerű dolog. Tehát addig uh -huh. végig szenvedtem, hogy úristen, hogyha, hogyha ezt átérzem és, és élvezem, akkor megszűnik, stb. és minden voltott minden. És er, erre van egy jó kis idézet, hogy egyetlen álmot sem nehezebb valóra váltani, mint egy valóra váltott álomban megtanulni élni. De ennyi. De ezt, a, ezt te találtad. Hogy ne? <laughs> Jó, na de látod? Megint na, csak azt kell... a stílusomat. <laughs> Erre megint csak azt tudom mondani, hogy semmi sem volt hiába való. Bizony. De látom rajtad, hogy Keserex sokszor az elvesztegetett évek miatt. Hát ez a tanulópénz egy örök életre szóló leszke volt. Örök ja. életre szóló. De nem bántam volna, hogyha nem tart el 11 évig, hogyha, hogyha 6 év kellett volna. De hát kemény fejű voltam, makacs, és hát ez, ez volt az ára, de hát a saját káromon tanultam meg, így mélyebbre épült a tudás, mint ha megtanították volna. Persze. És lehet, hogy egy ö, ö, világhír lesz az ár, az angol albumod. Hát az már árt, az egy óriási, hogy ajándék lenne, első dolgom lenne, bennék Ugyan. anyukámnak egy házat, meg öcsémnek is, két vérrokonom van az életben, az anyukám, meg az öcsém, se unokatestvére, se se nagyszülő, senki. Aha. Ez aztán egy pici család, mi? Hárman vagyunk. Hát figyelj, van, ahol tizen vannak, és még sincs elég szeretet. Mindegy, szóval ez nekem egy fontos dolog, én nagyon, nagyon szeretném, hogyha, hogy, hogyha tudnék nekik házakat venni, és ez összejöhet, de most egyelőre én már ugye az angol dalok közül már három már meg is jelent, összejön a nagylemez. Minden angol éneklő magyar zenekart, a menedzseréket, az összes külföldről szervező bookingos felhívtam mindenkit, és nagyjából egy két szavas mondatban tudom elmondani a véleményüket, ez az pedig azt, hogy add fel. <laughs> no exit. Exists, exist. Kiáratok léteznek. Tehát exist, Exist. Tehát majdnem ugyanaz a két szó. Igen, igen, igen. Az a, ez lesz a lemez címe, ugye? A kiárat logó stimmel. Exist, exist. Kiáratok léteznek. Hát úgy sem fogod feladni, hát... Nem, nem akarom feladni, nem tudom feladni, mert hogy, mert hogy angolul énekelni, meg angolul dalt írni, az, az, lett nekem most az okozott egy függőséget. Mert hogy, mert hogy ez, egy, ez, egy, olyan dolog, mint ez, ez, a zenés stílus, ez a ritmusképet, ez a négy negyed, ez a, ez a rock, mint a megtalálta volna az anyanyelvét. Annyit mondanék erről, hogy a magyar az egy finnugor nyelv, minden egyes magyar szón az első szótagon van a hangsúly, ezért nehéz erre a négynegyedes ritmusképletre jó prozódiával szöveget írni. Mert ugye az angol, az, az a latin nyelv, srác, hát ott, ott akárról lehet a hangsúly. Tehát, nem mindig az első szótagon, hanem, hanem, hanem váltak akár akárról lehet a hangsúly, de exist, nem, exist, exist, például ott a másodikon van. És ö, ezért sokkal jobban klappol, fits, öss, 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 össze, összekappol, itt fits, úgy mondják, igen passz, passzol rá, és hát Isten semmit nem teremtett ok meg cél nélkül, és az, hogy én tudok angolul, az, meg tényleg, tényleg, a fióknak írok, meg, meg, magamnak játszok, mert hogy a magyaroknak nem szeretek angolul énekelni. Az első néhány számot 15 évesen angolul írtam, de azt állított, hogy nem jó, mert nem értik, az nekem kellemetlen, utána évtizedik feszélyezett az akcentusom, ezek most mind eltűntek. De még egyszer mondom, itt Magyarországon engem angolul énekelni, maximum a szóló eljátszok egy-két country számot, de abszolút ezt biztosan nem fogom erőltetni a jövőben. Figyelj ide, a, a, a Beatles önéletrajzi vagy történeti könyvétől lejutottál a, a Beatlesig most már, mint alkotó ember, tehát a igen, igen, tudjuk azért is számokat a kedvenc zenekarom. Az ő zenéjüket hallgatom, viszont azért ismerem a dalaikat, és hát szerintem most kb. 50-60 dalt szerintem tudok is tőlük játszani. Na, Mert kedvenceimet megtanultam. Ja. Robi, hogy érezted magad itt a, az elmúlt egy órában beszélgetés közben? Hát figyelj, hogy az ősi mondás mondja, ez a nap se kelt fel hiába. Na. Nem ősi. <laughs> néhány okay. éves. Ezt a poént már elsütöttem egyszer a tévőműsorban. De hogy igen, igen, ez a nap se kelt fel hiába. Volt értelme. Csak köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy így értékelted ezt a beszélgetést. Én jól éreztem magam. Külön köszi a, az Imagine előadást. E, igazán. Imagine. Jó, imagine. A második alnóksúly. Imagine. Tök jó találat az is. Ja, ja. Na, szuper. Köszönöm szépen akkor neked. Ez volt a Hozzá egy verset Reimportri magazin. Vendégemmel robi Robival. Ugye tudjátok, jól péntek este 9 és 10 között a Rádiókafén vágott verzióban, aztán 10-től már lehet menni a Youtube-ra vagy a Spotify-ra, és ott vágatlanul lehet megnézni. Köszönöm a mai figyelmeteket is. Sziasztok!